Sziasztok mindenkit, köszöntök a legújabb videómban, ez az utolsó valóvilágos videóm, az utolsó témát fogom felhozni, az utolsó párbajt és az utolsó finálét. Nagy nap ez a mai, ez a nap is elérkezett, megtartjuk a valóvilág 9 utolsó párbaját. Most amúgy elmondom nektek, péntek van és 20 óra, nem sokára párbaj lesz, Rodi és Zsú. Mikor ez ki fog menni ez a videó, ez valószínűleg holnap lesz, és addigra már ez a finálé, vagyis ez a párbajnak el fog dőlni, hogy ki fog nyerni. Attól függetlenül nagyon drukkolok Rolandnak, és Rodira adtam le a szavazatomat. Szerintem Zsú fog nyerni, és Zsú fog visszatérni a világba, és Zsú Hunor Greg finálé lesz. Említsük pár szót a fináléről, hogy ki hogy jutott el ebbe a státuszba, ki hogy jutott el a fináléig. Ugye akkor kezdjük Zsúval. Nekem az elején amúgy nem volt vele semmi bajom, igazából, sőt még amúgy alapvetően még kedveltem is, meg ilyesmi, és voltak olyan dolgai, ami miatt nagyon úgymond nekem kicsit az ő viselkedése, meg az ő stílusa nagyon távol áll és taszító. Vegyél vissza az asszonyból! Gyerek, sokszor önzőnek tartom, és amikor más csinál vele valamit, egy hasonló dolgot, azt nagyon nagy sértésnek és bántásnak veszi, viszont hogyha ő csinálja ezt ezzel az emberrel, és az adott személy hangot ad ennek a dolognak, hogy a Zsú ezt miért csinálja, akkor a Zsú fölkapja a vizet, esetleg csúnyán beszél vele, káromkodik. Vegyél vissza az arcodból! Hogy beszélsz velem? Hogy nézel ki, te zsíros hajú ápolatlan az? Hogy nézel ki? Ott van a Hunor, erre ki szeretnék térni. Sokszor említenek, hogy hasonló játékot játszok, mint a Hunor, meg ilyenek, meg hasonló karakter is, meg ilyesmi. Szerintem külsőre se pedig játék stílusban se vagyunk hasonlók, és nem akarom megbántani, meg ilyesmi. De azért én szerintem nem is akarom mondani ezeket, hogy hány percet voltam adásban, mert lényegtelen meg megmagyarázni dolgokat, hogy csak alapvető dolgokat hozok szóba. Én nyertem meg a legtöbb nézői szavazást, én nyertem meg a legtöbb tematikus hetet. Egy közös van bennünk, hogy nem volt párbajozni, még nem tudom a finálének az eredményét, hogyha ő esetleg így nyerné meg, akkor valószínűleg ez azért van, és most őszinte leszek, és elmondok egy dolgot. Szerintem a VV5-től úgy fejlődött fel ez a játék, a VV6-tól kezdve, ugye ingyenes lett az RTL-s applikáció. Na szóval, hogyha én nagyon utálok egy embert, most mondok egy példát, hogyha én nagyon utálom a Greget, és a Greg kimegy a Vivivel párbajozni, akkor csak azért is Vivire teszem a szavazatomat, mert utálom. Viszont, hogyha ez füzetősen ez a párbaj, akkor viszont, mivel utálom mondjuk a Greget, nem fogok a Greg ellen szavazatot küldeni, mert utálom, nem fogok erre pénzt szánni. De mivel ingyenes, bárki le tudja tölteni az applikációt, ezért elkezdődnek a taktikázások ezekben a valóvilágos csoportokban, a valóvilágos oldalon, a nézők közt, és úgy szavaznak, ahogy akarnak. Aki nagyon megbotránkoztató a játékban, minél nagyobb rajongói tábor tud kiépíteni. Minél több embert tud megmozgósítani, és minél többen fognak rá későbbiekben emlékezni. Akkor csak mondok egy példát, ott van a Vivian, ugye az emberek szemében nem volt nagyon kedvelt játékos, meg ilyesmi, összentem egy Vivian a VV4, VV5-be, azért elég sok embert kiejtett volna, vagy esetleg, hogy a VV9-be füzetős lett volna a szavazás, nem biztos, hogy rögtön az első párbaján kiesett volna. Mivel akkor ezeket a taktikai lépéseket, ezeket a taktikai szavazásokat, ezeket az ellenszavazásokat nem lehet létrehozni. Most mondok egy példát. Mondjuk ott a Krisztián, meg például az Adri párbaja. A Krisztián nem azért esett ki ilyen kis százalékkal, mert annyi az a karakter lett volna, hanem annyian utálták. Itt már az is számít, hogy a nézők kit mennyire utálnak, kit mennyire nem szeretnek. Szóval azért is mondom, hogy a Hunor azért lett ebbe a játékba esélyes. Mert hogy ő nem csinált semmilyen dolgot, amivel valakit megbántott volna, valakivel csúnyán beszélt volna, valakit megalázott volna, valakinek szitta volna az anyját, vagy bármi olyan dolog, ami a nézők szemében megbotránkoztató. Alákhoz csinált megbotránkoztató dolgokat,
azért nem volt egy rossz indulatú csávó, de voltak neki gázolvai. Hát fiú, hogyha te már nem tudod meg, akkor valakinek meg kell. Szerintem ma már 2019-ben egy Alekosz mostani ezzel az új applikációval, meg ilyesmi újjal, már ez van a VV6 óta, nem tudna szerintem való világot nyerni. Nyilván változnak az idők, ez az én saját véleményem. Szóval igazából itt már az is számít, hogy ki mennyire gyengíti magát egy játékba, ki hogy viselkedik. Én egy jó gyereknek tartom a Hunort, tényleg nincs vele semmi bajom, én amúgy még kedveltem is őt a játék során. Viszont egy van, amiben igazatotok, hogy tényleg nem csinált olyan dolgot, ami miatt a játékot ő nagyon emlékezettessé tette volna. Kivétel az a hét, amikor ráment a Vivire, meg ráment az Ágra. Greg nekem nem a kedvenc játékosom, nem is szeretem. Ügyesen taktikázott, nyilván azt mondja, hogy ezt szívből csinálta, de szerintem nagyon sok mindenben taktikázott és rafináltan csinálta a dolgokat. Talán a Greggel az a gond, hogy az első két hónapig nagyon-nagyon erős volt, és nagyon sokáig kinek tudta nézni a saját játékostársait. Csak az volt a gond, hogy a második hónapban már szerintem nem csak a játékostársait akarta nézni, hanem a nézőket is, és próbálja sok szempontból is szerintem nézni a nézőket. De a nézők a legtöbb dologban, ahogy olvasom a kommenteket, meg ezeket a dolgokat, meg a csoportokban átlátnak ezeken a dolgokon. Ezt most őszintén mondom mindenki előtt, a szavazatomat senkire se fogom leadni, senkinek se fogok drukkolni, nekem akkor már tök mindegy, de szóval kerül az a 36 millió forint, és Istenre bízom azt, hogy kiérdemli meg azt az Istenre és a sors, hogy kiérdemli meg azt a nyereményt, amiért ő bent volt. Hogyha alapvetően nézem, akkor ilyen szempontból, hogyha Roli nem lesz bent a fináléba, akkor talán nézettség szempontjából, meg ilyen egyediségből, akkor a Zsó, de mindegy is, ez egy másik kérdés, de akkor már nem fogok szurkolni senkinek, és tényleg a sorsra fogom bízni ezt a dolgot. Remélem tetszett ez a videó, ha tetszett ez a videó, osszátok meg, hogy minél több emberhez eljusson, kövessetek be Instagramon, FRKS22, és nyomjátok meg a csengőt, és iratkozzatok föl. Sziasztok, és további szép napot nektek, ez a Való Világos utolsó témás videó.